Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. A mai szentmisét egy jegyes párért és három unokáért ajánljuk föl, a Jóisten segítségét kérve számukra. Testvéreink, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jólom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, élem azért a boldogságos, mindenkor szeptőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és mindeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy Szentfiad nevében minél több jót tegyünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Az Úr.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a Galileai tópartján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket. Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt hívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, keresztelő Szent Jánosnak az volt a feladata, hogy a bűnbánat hirdetésével bejelentse a messiási időnek a kezdetét. A Jordán folyónál, amikor az embereket keresztelte, akkor azt mondta nekik, tartsatok bűnbánatot, mert közel van hozzátok az Isten országa. És amikor Jézusra rámutatott, akkor azt mondotta, hogy ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Nekem kisebbednem kell, neki pedig nagyobbodnia kell. És ezzel átadja a működést Jézus Krisztusnak. Jézus pedig, amikor elkezdi a tanítását, azzal kezdi, tartsatok bűnbánatot, mert köztetek van az Isten országa. Az Isten országát maga Jézus Krisztus hozta el. És kik tartoznak az Isten országához? Jézus azt mondja, akik teljesítik mennyei atyámnak az akaratát. S mi a mennyei atya akarata? Hogy az ember szeretetben, békességben és egyetértésben tudja élni az életét. Mert hiszen ez a fő parancsolat is. Amikor oda mennek Jézushoz a farizeusok és az írástudók, és megkérdezik tőle, mondd, Uram, melyik az első és a legfontosabb parancsolat? Akkor Jézus nem a 10 parancsolat első, második, vagy akár harmadik, vagy akár melyik parancsolatát emeli ki, hanem azt mondja nekik, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd fel a barátodat úgy, mint önmagadat. Ez az első és a legfontosabb parancsolat. Ahogyan mondja Jézus, erre épül rá a törvény, vagyis a 10 parancsolat törvénye és a proféták tanítása. Mert ha a 10 parancsolat arról kihúzzuk a fő parancsolatot, akkor az összeomlik, mint a kártyavár. Hiszen az első 3 parancsolat az Isten szeretetére vonatkozik, a másik 7 parancsolattal pedig Isten embertársaink közötti kapcsolatainkat próbálja szabályozni. Ez is a szeretet törvényére épül. Bármelyik parancsolatot megszegem, akkor mindig a szeretet ellen védtek, a pedig a szeretet ellen védtek az nem más, mint az Isten elleni lázadás. Mert olyan Szent János apostol megfogalmazza az első levelében, szeretet az Isten, aki szeretetben él, az Istenben él, és Isten ő benne él. Tehát, ha mi megtartjuk a szeretet parancsát, akkor mi is elmondhatjuk Szent János apostolnak a szavait, hogy a szeretet által benne élünk az Istenben, és az Isten bennünk él. És hogyha valóban ezt meg tudjuk tenni, vagy teljesíteni, akkor már az Isten országához tartozunk, és mi is építjük az Isten országát, mert hiszen amikor Isten elszólít bennünket ebből a földi életből,
semmi más nem kér tőlünk számon, hanem azt, hogy mennyire teljesítettük, és mennyire éltük a szeretet törvényét és parancsát. Ha ezt éljük, ha nem is tökéletesen, akkor is számíthatunk az isteni irgalomra, és nekünk is elmondja Jézus Krisztus, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokotokba azt az országot, amely a világ teremtésétől kezdve számotokra is készült. Amen. Hiszek az egy Istenben, kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra. Add Urunk, hogy a világ mindenkor meghallja ítő szavadat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy szent atyánk és püspökeink az apostolok nyomdokaiban járnak. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, az államok vezetői gyöltsek, és igazságosan irányítsák a népek sorsát. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbának reményüljenek. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségükre szolgálja. Kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk, te a bűnbánóknak kegyesen megbocsátasz, és tieidnek örök jutalmat ígérsz, add, hogy szent fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyájan elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
ti áldozatotok, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, fogadd el atyai szeretettel, és szentel meg áldozati adományainkat, hogy az üdvösséget megszerezzék számunkra Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, a te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást, így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással mondjuk. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és egész megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével,
a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy érgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
könyörögjünk. Kérünk mindenható Úrunk Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Úrunk által. Közöm a kedves testvérekkel, hogy január 25-én, ez egy csütörtöki nap, délután 17 órakor a református templomban ökumenikus istentiszteletre kerül sor, ahol a keresztények egységért imádkozunk. Aki tud, vegyen rajta részt. Mi leszünk ott, a reformátusok és az evangélius lelkész úr lesz ott, és közösen imádkozunk az egységért. Február 9-én, ez egy pénteki nap, az Egyházközség Karitás szervezete úgynevezett Dorottya bált szervez a Karbona étteremben. Az belépőjegy árában benn van az ital és az ételfogyasztás is. Belépőjegyeket a plébánián, valamint a Turinfor irodában lehet kapni. A bevétel az az óvoda és az iskola fönntartására, illetve segítségére fog menni. Ezen a héten reggel 7:30 órakor tartunk szentmisét. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.